180 tétel kerül majd átverésre a Tolnai Gondozási Központ online aukcióján. A kikiáltási tárgyakat 9 civil szervezet együttműködésével gyűjtötték össze, és olyan ismert személyiségek is a felajánlók között voltak, mint Böde Dániel vagy Lajtai Kati. A befolyó összeget a Tolnai Gondozási Központ a rendszeres szociális támogatásban részesülők karácsonyi ajándékozására fordítják. Az átverés november 18-án nyílik meg a Családsegítő Központ Facebook felületén. Ott lehet majd a tételekre licitet tenni egészen november 25-én 14 óráig. Tavaly 60 családnak sikerült gazdagabbá tenni a karácsonyt, és az oktatási intézményekben jelenleg is folyik a felmérés arra, kiket vonjanak be az akcióba. Az óvodaiskolai szociális segítőink a járás valamennyi oktatási nevelési intézményeiben eljuttatják ezeket az igényfelmérő lapokat. Ezek visszaküldési határideje november 15. Terveink szerint a jótékonysági aukció lezárását követően ezeknek az adatlapoknak a figyelembevételével történik azoknak a gyerekeknek a kiválasztása, akik ezáltal ajándékba részesülhetnek. Az aukció megvásárolt tárgyakat az új tulajdonosaik az átverést követően 2 napon belül átvehetik, ígérik a gondozási központ munkatársai Tolnán.